A Komáromi Selye János Egyetem rendezésében került sor a szlovákiai egyetemek 2013 évi futszál döntőjére. Az ünnepélyes megnyitón a Selye Egyetem rektora Tóth János üdvözölte a résztvevő csapatokat. A sporteseményt megtisztelte jelenlétével a szlovákiai egyetemek sportszövetségének elnöke Julius Dubovský is. A döntőben négy csapat, a Nyugat, Közép, Kelet, valamint a pozsonyi kerület győztes egyetemi csapatai harcolták ki a bejutást. A futszál nagyon közkedvelt az egyetemeken és a főiskolákon, így aztán minden kerületben bekapcsolódtak a csapatok a kvalifikációs versengésekbe. A komáromi döntőben a négy győztes csapat mérte össze futszál tudását. A kétnapos verseny során mindenki mindenkivel alapon mérkőztek meg a csapatok, és a végső győzelmet megérdemelten a Kassai Műszaki Egyetem futszál csapata szerezte meg. A döntő legrendélyesebb gólszerzője Peter Szerbin is ebben a csapatban játszott. Második helyen a pozsonyi Komenszky Egyetem menedzsment fakultásának gárdája, harmadikon a Zsolnai Műszaki Egyetem csapata, a negyediken pedig a házigazda, a komáromi Selye Egyetem csapata végzett. A döntő legjobb kapusának kiáró címet a hazaiak kapusa Balajti Gábor érdemelte ki.